Köszönöm. Tisztelt hallgatóság! Amikor megadtam a címet, akkor még volt ebbe egy szabadság, hogy mi mindenről tudok beszélni, és aztán gondolkoztam rajta, hogy is fogja meg ezt a témát. Jöttek mindenféle asszociációk, és rájöttem, hogy ez a munkahelyen ez túlságosan beszűkítő. Úgyhogy ezt így rögtön azt kérem, hogy felejtsék el. Szívesen beszélek arról, hogy mi egyáltalán a hiteles motiváció, és mit is tekinthetünk autonómia projektnek, illetve hogy én mit tekintek autonómia projektnek a kutatásaimban, és hogy hogyan szeretek erre gondolni. Az első asszociáció, ami erre egyébként nekem jött, az egy nagyon régi emlék, meg is lepődtem rajta. 25 éve történt egy szép nyári napon Athénben, amikor, hát ha visszaszámolunk, akkor az 90-ben volt. Bekúszott ez a délelőtti 90 év, ez így azóta foglalkoztat, hogy is van az, hogy utána még hány év. De hogy 90-ben volt, ami elég nagy változásokat hozott ugye a ország életében, Európa életében. Úgyhogy az, hogy én Athénban voltam, az egyáltalán nem volt szokásos akkortájt. Az én nemzedékem akkortájt szabadult ki, így csak úgy szabadon elindulhatott a világban. És mentünk jobbra-balra. Athénban egy belga fiúval beszélgettem ott a Youth Hostelben arról, hogy hát hogy is éljük meg ezeket a változásokat. És akkor hát ő azzal a hozzám hasonló életkorból származó, de mégis egy világ egy másik tájáról származó bölcsességgel azt mondta nekem, hogy well, hát így angolul folyt persze a beszélgetés. It doesn't go without liberty. Hát ez nem, valóban. Nem fog menni anélkül, hogy már itt Magyarországon sem, meg sehol a világon, hogy ne legyen valahogy szabadság abban, ami történik. És ez valahogy nagyon megszólított akkor engem, és később aztán újra és újra felfedeztem ezt magamban is, ezt a keresést, hogy vajon megy-e, nem megy-e, hogy megy az élet, meg a különböző kapcsolataink, a különböző választásaink, mennyire tudnak menni ennélkül a szabadság nélkül. Az egyik nagy én saját személyes autonómia projektem az volt, amikor pszichológus lettem. Én Athénben még építészhallgatóként voltam ott, ugye nagyon szép város ilyen szempontból is. El is végeztem az építészkart, a műegyetemen dolgoztam is hosszan építészként, és közben döntöttem el, közben éreztem meg magamban azt, hogy pszichológus szeretnék lenni, és így szeretnék dolgozni. És ez egy nagy... ilyen értelemben egy nagy személyes autonómia projektem volt. És amikor találkoztam az öndetermináció elméletével, akkor megéreztem, hogy valahogy ez nagyon megszólít engem. Ez a pozitív pszichológiának egy keveset emlegetett ága, például Attila sem említette, amit köszönök, mert legalább én tudom itt hozni ezt a témát, pedig Attilától hallottam először ezt még a pszichológus képzésben. És rögtön megtetszett valahogy, megéreztem ennek az erejét, ami hozzám szól. Két nevet említek, de nagyon sokan kutatnak, mert ez egy nagyon nagy hatású elmélet. Alapvetően a hiteles motivációról szól, arról, hogy mi tudja jól belülről mozgatni az embereket. És hát egyszer hallottam Ed Easterről beszélni, hogy tulajdonképpen mi a motiváció egyáltalán, és mi nem az. Rögtön mondhatom, hogy ez Edisi szerint nem motiváció. Ugye nem, nagyon kifejezetten mondta azt, hogy a motiváció nem az, amikor megpróbálom rávenni az embereket arra, hogy azt csinálják, amit én gondolok, és úgy csinálják, ahogy én gondolom, és annyit csinálják belőle, amit én szeretnék. Ezt lehet motiválásnak hívni, lehet motiválásnak csúfolni, de ez valójában hát egyfajta manipuláció. Ezt egy délőtt valamelyik előadó említette is, talán Emőke volt, aki a manipuláció is előkerült, ez a fajta marionettként való mozgatás is előkerült. Tehát létezik ez, néha szükséges is az, hogy határozottan irányt szabjanak valakik másoknak, de a valódi belső motiváció az valóban belülről származik. Azt mondja az öndetermináció elmélete, hogy a valódi motiváció az mindig belülről, igazi belső igények mentén fakad. Tehát egy kicsit átfogalmazva azt, amit az a belga fiú nekem mondott, és ami azóta is hordozok magamban, it doesn't go without autonomy, ez a, tulajdonképpen az élet üzenete, hiszen maga az egész létünk, az egész
felnövekedésünk, sőt, már a megszületésünk is, és az összes lépés, amit magunk számára kiküzdünk ebben a világban, ez valahogy a mi saját autonómiánk, a mi saját sajátos létezésünknek a megvalósulása. És ebben az értelemben ez az öndetermináció elmélete sem csak egy motivációs elmélet, ez is nagyon mélyen kötődik a pozitív pszichológiához, hiszen nagyon mélyen hisz abban ez a megközelítés, és én is nagyon szívesen azonosulok ezzel, hogy az emberben meg a lévő belső növekedési potenciál, a belső igények, a belső vágyak, azok jó, hogyha teret tudnak kapni, azok jó, hogyha valahogy bele tudnak folyni a mindennapi életbe. Érdemes talán egy kicsit így mélyebbre nézni, hogy mi is ez az autonómia, és aztán, hogy mi nem az. Az autonómia ebben a felfogásban egy akaratlagos, egy választott cselekvés, illetve tapasztalat, ami ezzel a belső azonosságérzéssel jár együtt. Ezt remélhetőleg van jó pár ilyen pillanatunk, amikor az emlékünkben, amikor azt éreztük, hogy most ezt erre tényleg nem kell motiválni minket, ez a flowhoz is egyébként közel állhat, a flow állapothoz, de közel állhat ahhoz, amikor nem vagyunk flowban, de mégis tudjuk, hogy ez valahogy hozzánk közel áll. Nem mindig lehetünk abban az értelemben flowban, hogy nagyon egyértelmű és jól eső a tevékenység. De ettől még autonóm. Nekem is volt a pszichológia képzésemben egy pár olyan vizsga, amit így hát megcsináltam. Nem biztos, hogy nagyon élveztem, de közben az egész folyamatban azt éreztem, hogy ez nagyon az enyém, és nagyon autonóm. És választottam, és benne voltam. Jól lehet, nem mindig volt flow. Ellenben azt is érdemes rögtön leszögezni, hogy mi nem az, mert hasonló típusú előadásokban már volt néha, hogy felsziszent a közönség, hogy na jó, de akkor mi lesz az együttműködéssel? Meg mi lesz az egymásra figyeléssel? Meg mi lesz azzal, hogy valahogy egymásnak teret engedjünk? Hogyha mindenki olyan hihetetlenül nagyon autonóm, akkor esetleg hát abból lehet baj is. Lehet valami fajta önzés, individualizmus. Úgyhogy ahogy én ezt a szót használom, abban mindezek nem tartoznak bele. Az individualizmus, vagy valami fajta különállás, az nem autonómia kérdése. Az autonómia valójában, hogyha most elfogadják nekem, hogy én így definiálom, akkor ez tulajdonképpen maga egy hiteles kapcsolódás. Kapcsolódni azzal, aki vagyok, aki tényleg vagyok, ahhoz, ami velem kapcsolatban tényleg van, a valósághoz, a másik emberhez, valami módon ahhoz, amivel találkozom. Hogyha egy kicsit gazdagabb modellbe gondolkozunk, akkor ez a hiteles kapcsolat két irányú, és rögtön ebből látszik a feszültsége is. Az, hogy hiteles kapcsolatban legyek önmagammal, az jelenti a saját érzéseimnek, a saját belső világomnak, ez a belvilág, amit Emőke is sokat emlegetett, annak a megismerését. Annak, hogy mik a valódi vágyaim, hogyan érzem magamat helyzetekben, mivel tudok jól boldogulni. Például pszichológus szeretnék lenni, vagy építész. Ez egy ilyen, volt egy pillanat az életemnek, amikor ez nagyon húsba vágó kérdés lett. De ugyanúgy hiteles kapcsolatot jelent, és valahogy a kettőt egyensúlyba kell hozni a külső világgal. Annak megvannak a realitásai, megvannak az elvárásai. Amikor én pszichológus akartam lenni, akkor már konkrétan volt egy gyerekünk, és annak a gyereknek hát enni kellett adni, meg mindenféle egyéb igényei voltak, társas igényei, időt kellett rászánni, és ehhez társultak bennem, meg érkeztek felém is konkrét elvárások. Vajon hogy lehet ezt a kettőt összehozni, és hogyan, milyen módon lehet ezt együtt megélni? Ez volt igazából az autonómia kérdése. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor ebből az állapotból természetes módon fakad az, hogy a jóllét, a kreativitás és a növekedés állapota jöjjön létre. De ami nagyon fontos még ehhez, és ezt soha ne felejtsük el, és zárójelben ezt teszem hozzá, hogy a pozitív pszichológiával kapcsolatban nekem van néha egy olyan rossz érzésem, hogy túlságosan az egyénre fókuszál, és ezért nagyon örülök most itt ezeknek mindenféle társas kiterjesztéseknek, hogy ezt nem tudjuk rá terhelni az egyénre, a kire magára, hogy na, tudsz elég boldog lenni? Tudsz elég kreatív lenni? Tudsz elég belülről motivált lenni? Nem? Bebuktad. Ez nagyon nem jó megközelítés. Valójában
mindez a teljesítmény, mindez az állapot egy társas légkörben, egy társas klímában jön létre. És nagyon sokat érdemes azon gondolkozni és beszélgetni és kutatni róla, hogy vajon ez a társas légkör hogyan járul hozzá az autonóm élményehez, ez hogyan hoz létre jól létet, és persze aztán, hogyha jó a folyamat, akkor létrejön egy önmagát megerősítő kör, hiszen az hozzájárul a társas klímához. Szeretnék egy pár szót szólni egy konkrét kutatásról is, hogy ne csak így általánosságban beszéljünk. Nemrég zárult le egy adatgyűjtésünk, és ennek az első eredményeit szeretném bemutatni, ami 700 magyar munkavállalónak a megkérdezésével történt. Kollégáimmal, Matuszka Balázsral, Sallai Violával készítettük ezt a felvételt, és elemezzük még továbbiakban. És a válaszadóknál konkrétan az ő személyes céljaikra fókuszáltunk, a munkával kapcsolatos személyes céljaikra. Hát itt két válaszcsokor, mindenki mondott három munkával kapcsolatos személyes célt, mondjuk nevezzük Annának és Vandának, így A-tól V-ig, dupla V-ig a két válaszadónkat. Rengetegféle nagyon konkrét személyes cél. Vajon melyik kettő közül az autonóm módon vezérelt, aki megtapasztalhatja az autonómiát, és melyik az, amelyik nem? Vajon szakmai előmenetel pénzügy területén, hatékonyabb munkamódszer egyik oldalról, vagy szeretnék részt venni valamilyen továbbképzésben, hatékonyan szeretném dokumentálni a tevékenységemet. Ne próbálkozzanak, nem lehet kitalálni. Ennyiből nem lehet kitalálni, tehát magából, a tervekből én se tudnám megmondani, senki nem tudja megmondani, hogy ki mennyire kap autonóm támogatást mindezekhez a terveihez. De ők meg tudják mondani. Ugye, az a lényeg ebben, hogyha őket megkérdezzük, akkor ők megmondják. Meg is kérdeztük őket. Ezek ilyenfajta kérdéseket tettünk föl minden egyes tervükhöz. Tehát minden egyes válaszadó 700-an, minden egyes tervéhez, konkrét személyes céljához megválaszolta ezeket a kérdéseket. Az első pár kérdésről nyilván látják, hogy az valahol ott az autonómia tájékán kérdezősködik, hogy mennyire képes választani, mennyire tud, mennyire van döntési szabadság benne. A másik három az meg inkább a kontroll irányában, a beleszólás irányában, nem nagyon erős, nem nagyon kemény, de azért mégiscsak valami módon a kontroll kérdése. És hozzáveszem ezeket a kérdéseket is, hiszen ezek is fontosnak bizonyultak, ezek pedig valamilyen módon a munkával, a célokkal kapcsolatos elismerésre kérdeztek rá, hogy mit tapasztal meg a saját munkahelyén a válaszadó. Íme, hogyha most újra ránézünk ezekre a kérdésekre, vagy ezekre a tervekre, akkor ezekhez a kérdésekhez kinek-kinek gyűltek a személyes tapasztalatai. Tehát nem általában, hanem a saját munkájához és a saját munkahelyi légköréhez kapcsolódóan. Két tényező emelkedett ki. Az elismerés az talán kevésbé meglepő. Ugye? Tehát az, hogy az ember munkáját elismerik, az nagyon fontos tényező, ez rendben van. A másik viszont az autonómia érzés, az egy hozzáadott értéket képvisel. Tehát nem elég az elismerés, nem elég a dicséret, valami módon a kompetenciának elfogadása. Ha a dolgozó, a munkavállaló nem tapasztalja meg az autonómiát, azt a lehetőséget, hogy dönthet, hogy választhat, hogy szabadsága van, hogy tere van annak, ahogy ő viszonyul, akkor bizony kevésbé lesz a munkájával elégedett. És még egy jó pár tényező az ezzel a fajta, ez egy jó, nagyon jó elegy, mondjuk így, egy munkahely elegy. Itt látjuk, hogy milyen fajta tényezőkkel járt ez együtt. Nagyobb bevonódás a saját célokban, kreativitás érzése, vagy általában magasabb elégedettség a munkával, kevesebb stressz és alacsonyabb kilépési szándék, magasabb hatékonyság, és ami még talán ennél is érdekesebb, a saját célok és a munkahelyi célok közötti összhang a nagyobb érzése. Ha valamit, akkor ezt vigyék el magukkal, hogy az autonómia megadása egy munkahelyen, az nem széthúzza a csapatot, az összerántja a csapatot. Legalábbis ez jön ki a 700 válaszadó válaszából.
ha a saját céljaimban kapok lehetőséget, megválaszthatok, dönthetek, akkor az valójában integrál, az valójában a munkahelyi célokhoz közelebb hoz. Persze az is lehet, hogy a munkahelyi célok is alakulnak amentén, amit én magam választok. Hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, mi az a társas légkör, ami ezt a fajta autonómiát biztosítja? Hát erre egy pár ötlet, erre csak azt tudom mondani, hogy hát egyszerű, ennyit kell csinálni, nem? Egy kis kíváncsiság, kezdeményezés, döntési szabadság biztosítása, és már kész is. Valójában nagyon kemény körülmények között dolgozunk mindannyian nagyon sok kihívással szembesülünk. Iszonyú kemény feltételeket diktál néha a piac, meg mindenféle más tényezők. És ezek között, a nagyon kemény feltételek között is mégis valahogy én azt gondolom, hogy ebben a növekedésben, ebben csak az segíthet nekünk, hogyha tudunk egymásnak autonómiát biztosítani, tudunk egymásnak szabadságot adni. Miközben nézünk szembe azzal, hogy olyan országban élünk, és ezt a ellenpontjának odarakom a belga fiú mondatának, hogy én akkor abban egy olyan országban jöttem, ahol az volt azt a viccet tanultam én ifjú koromban, hogy szabad országban, mi a szabadság? Szabad országban, szabad emberek azt teszik, amit szabad. Nem hiszik el, én ezt megpróbáltam elmagyarázni nyugati fiataloknak. Nem értették. Én meg nem értettem, hogy mit nem értenek rajta. Egyszerűen nem ebből jönnek, mi meg ebből jövünk, vagy ebből jöttünk. És tudjuk, hogy nagyon alacsony a bizalom szintje Magyarországon, sok az előítéletesség, nagyon sok problémánk még ma is megvan. Lehet, hogy már szabad országban élünk, de néha még mindig csak azt tesszük, amit szabad. Úgyhogy hát én csak azt tudok búcsúzni, hogy it doesn't go without autonomy, és köszönöm a figyelmüket. Azért, hogy Tamás, nehogy azt érezze, hogy nem kap lehetőséget válaszolásra, egy kérdés. Jó. A kutatással kapcsolatban szeretnék megkérdezni, hogy korcsoportokra szétkorban van meg a 700 megkérdezett? Hát, bevettük az elemzésbe az életkort, és nem volt különbség az összefüggésekben. Tehát, hogy voltak fiatalok és idősebbek is, de életkortól függetlenül bizonyult a válaszadási mintázat. Tehát mondjuk így ennyire nem néztük generációk szerint, de az életkornak nem volt olyan hatása, ami módosította volna ezt a nagy általános összképet. Köszönjük szépen!